Sziasztok! Az SM Trendtől következő vendége a háromszoros olimpiai bajnok Kis Gergő. Szia Gergő, köszönöm szépen, hogy eljöttél. 9 évesen kezdtél vízilabdázni a BVSC-ben. Miért pont a vízilabdát választottad? Köszönöm a meghívást először is. És érdekes az én sorsom, mert egyedüli gyerekként a 7. kerületben úgy nőttem föl, hogy nem volt komoly sportolási lehetőség a zsúfolt, nagy népsűrűségű lakókörnyezetemben. Mi pont egy játszótérre néző szobában nőttem föl, tehát a játszótér az megvolt, de valahogy ugye úgy alakult, hogy a vízilabda népszerű sportág volt mindig, és hogy látszott, hogy én magas fiú vagyok, és a vizet nagyon szeretem. Bármilyen strandra, vízpartra mentünk a szüleimmel, a családdal, illetve nagymamáméknek volt egy vízparti kis hétvégi háza, itt a régi rendszerben, és nagyon szerettem a vizet. Így azt eljött ez a gondolat, hogy egy másodunokatesom elkezdett előkészítőbe járni, akkor nézem meg ezt a sportágat is. Apukám dolgozott külföldön, hozott teniszütőt, külföldön élő rokonoktól kaptam sílécet, volt mindenféle ilyen utalás, hogy kéne sportágat választanom, de nekem valahogy ez a vízlabda vonal ez nagyon megtetszett, és ott ragadtam. A hozzánk legközelebbi minőségi utánpótlás nevelő bázis, ez a BVSC volt, ahol tulajdonképpen Föld Artival vagy Trollival könnyen el tudtam jutni. Elején édesanyám vitt, de aztán már egyedül, és eltöltöttem 5 évet a BVSC-ben, és aztán kellett tovább lépni, egy úszoda átalakítás, meg egy jobb lehetőség miatt. Többek között kétszeres Európa-bajnok, vagy egyszeres világbajnok, és háromszoros olimpiai bajnok. Melyik a legédesebb győzelem ezek közül? Természetesen mindegyiknek van egy története. Számomra azért édes mindig az első, mert akkor lettél valaki, úgymond. Hát az, hogy a junior szinten megnyertünk mindent az 1975-76-77-es korosztályokban, az egy nagy dolog volt. Én ugye 1977-ben születtem, én voltam a legfiatalabb a 75-ös junior VB-n, amit 1995-ben megnyertünk. És akkor ez a csapat, ez a generáció került föl 60%-ban mondjuk a felnőtt válogatottba, és első évben rögtön egy világkupa bronz után megnyertük az EB-t. Az azért volt édes az EB. 20 éve nem nyert magyar vízilabda komolyabb aranyérmet, mi előttünk. És aztán jöttek a sikerek, még egy EB arany, és aztán utána pedig az olimpia volt egy nagy durranás, közt egy világkupa arany és egy VB ezüsttel. És persze az, hogy vízilabdázó vagy, vagy jó vízilabdázónak tartanak, vagy az, hogy olimpiai bajnok vagy, az egy különböző szint. És ott váltunk azzá, aki gyerekkorunk óta szerettünk volna. Úgyhogy azért kiemelkedő. Mind a három aranyéremnek megvan a szép története. A legtöbben az aténira, a másodikra emlékeznek 2004-ben, amikor szuper csapatunk volt, végigvertük a világot az olimpián, meg előtte a világligán is, és a döntőben rosszul kezdtünk, és végig a döntetlen állásért küzdöttünk, nem vezettünk egyszer sem a meccsen, csak az utolsó 2 perc 20 másodpercben, és azzal megnyertük az olimpián. Kásástól kimozdulnak, Kásás leúszik a 2 méteres vonalig, a bójáig, Vári, beközépre, Kis Gergely nagy gólja, 3-1. Nem nagyon szokott Kis Gergely abban a pozícióban lenni. Vári pontosan teszi tovább, és be a kapus keze fölé. Keze, igen, jól mondtam. Egy emberként ugrott fel a magyar pad, mint gondolom önök is a fotelból. Kis Gergely is megszerzi első gólját az olimpiai vízilabda tornán. 3-1. Már csak 7 másodperc, Szapics kezén a labda. Szapics fölnéz az órára. 3 másodperc, 2 szöglet, még van egy szöglet, de letelt közben az idő. Szapics azt hitte, hogy még időt kérhetnek, tanácstalan volt. Kemény Dénes szinte már a vízben, onnan instruál, be fogunk ugrani a végén, mindenki, aki magyar, beközépre, és megvan az újabb olimpiai bajnoki cím. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki 2004-ben olimpiai bajnok, azaz aranyérmes,
Magyarország vízilabda válogatottja. Az is szép, hogy egyszer nyertünk csak VB-t, tehát maga a VB arany is egy extra helyen van az életemben. Ugye még mindig játszol. Mennyi időd van edzeni, illetve hány meccsre szoktál menni? Igen, 39 éves koromig heti 7 edzésre jártam, és minden mérkőzésen játszottam. És ebben a szezonban, tavaly nyáron azt beszéltük meg a Honvéd vezetésével, olimpiai bajnok társaimmal, az elnök Gerge Istvánnal és a szakaszszerzetes Steinmetz Barnával, hogy az egyébként is egyre bokrosabb teendőim mellett a vízilabda maradjon meg, és szeretnék, hogyha ott lennék a csapattal, de már egy fokkal lazábban. Így az edzések felére járok, tehát 4 edzésen vagyok a fiúkkal, 5-8-szor edzenek. Tavaly egy edzés kedvezményem volt, most már 50%-os a kedvezmény, és a mérkőzések körülbelül 40-50%-en játszom, vagy vagyok beírva, és általában már csak akkor kell játszanom komolyabb szerepet, ha nehéz helyzetben van a csapat, mert ha nagyon megy a csapatnak, vagy nagyon nem megy, akkor úgyse tudok változtatni, vagy úgyse kell változtatnom, és akkor a fiatalok hagy fejlődjenek, hogy szerezzenek minél több tapasztalatot. Így az edzésekre egy picit több hangsúly tolódik, hogy amikor lent vagyok, akkor a gyakorlásokban, az egyéni képzésekben egy picit segítek. Néha egy-egy edzés részt én tartok, vagy ha az edzőnk akadályoztatva van, vagy beteg, akkor egyéb elfogadtsága van esetleg, ami ritka, akkor egy-egy edzést én tartok. Úgyhogy van egy ilyen szerepem, illetve a csapat életében kicsit a kommunikáció megjelenések vonalában is segítek. Úgyhogy egy ilyen átfogó, általánosabb szerepem van, nem a góllövés, nem a játékpercek számítanak már. Ugye említetted a bokros teendőidet, többek között az olimpiai 5 próba egyik nagykövete vagy. Ez milyen kötelezettségeket von maga után? Igen, szinte pont 2 éve kértek föl a nagy sportágválasztó részéről a munkatársak, hogy legyek szóvivő. És ugye ott az volt a fő koncepció, hogy egy olyan olimpiai bajnok legyen, aki önmaga is érdekes módon választott sportágat, hiszen nem szülők vagy a sportlétesítmény közelsége, hanem egy extra dolog az, hogy az alkata meg a szíve oda húzta az uszodába, ez döntött, és hogy így hitelesebb a szülőknek és a gyerekeknek is azt kommunikálni, hogy mennyi sportágat lehet ma már kipróbálni. Úgyhogy ez egy ingyenes rendezvény, egy sportágválasztó, és most már 2016-os évtől kezdve több mint 100 sportágat mutatunk meg. A legutolsó szeptemberi budapesti sportágválasztó 115 sportág volt pontosan. Úgyhogy ez egy fantasztikus kezdeményezés, örülök, hogy részese lehetek. Ráadásul mi kaptuk meg feladatnak a korábbi szervezési sikerek eredményeképpen azt, hogy az 5 próba rendezvénysorozatot is szervezzük. A nagy sportágválasztóban eddig szóvivő voltam, mostantól kommunikációs igazgató leszek, és tulajdonképpen a rendezvény arculatát viszem. Az 5 próbában pedig nagykövetként szerepelek, mint a futás sportág nagykövete. Az bizonyítva, hogy a nagy darab vízilabdás is néha futhat egyet, vagy túrázhat egyet. Nemrég pont egy szép téli túrán vettem részt, egy 12 kilométeresen. Szóval ez a 2 rendezvény ugyanazt a szervezőcsapatot rejti a háta mögött, és örülök, hogy velük dolgozhatok, mert nagyon talpra esetten, nagyon fiatalos lendülettel végzik a dolgukat. Ugye a legutolsó nagy durranásaink, akár a téli nagy sportágválasztó, ahol több ezer érdeklődő volt az újpesti Vasas jégpalotában, vagy a december 30-ai vizes gála, amivel lezártuk az évet, egy 5 próba úszással, ahol sok százan úsztak, megtelítve a tüskeuszodát, és 7 sportág sztárjait hívtuk a délutáni gálára fellépni. Úgyhogy sok ilyen szép feladatot vállalunk és csinálunk meg. Úgyhogy azt mondom, hogy az 5 próba 12 ezer regisztrált szabadidős sportolójával, illetve éves szinten a 100 000-es nagyságrendű sportágválasztós vendégekkel most már 110-120 ezer emberhez jutunk el közvetlenül. Fontosnak tartod ugye a fogyatékossággal élőknek a sportolását. Ezt hogyan koordinálod? Hát egyrészt a lehetőségeink szerint mindig kapcsolatban vagyunk a FODIS-szal és a Magyar Paralimpiai Bizottsággal,
akik a fogyatékkal élők sportjának a két csúcsszerve. Úgyhogy jelentek már meg többször, és mutatták be magukat, a saját sportágukat fogyatékkal élőkön a sportágválasztón is. Szeretném, hogyha jövőben eredményesen folytatódna ez a munka. Illetve jó magam is elmegyek rendezvényekre, illetve gyerekekhez. Így találkoztam már a Mozgásjavító Intézetben többször a gyerekekkel, és egyébként meg az év sportolója gála egyik főszervezőjeként azt a kezdeményezést végigvittük, hogy a fogyatékkal élők minél kiemeltebb szerepet kapjanak az év sportolója gálán, ne csak az év férfi női sportolója, az edzője, a csapata kapjon kitüntetést, hanem ugyanez a fogyatékkal élőknél is meglegyen, és díjakat is adtam át már akár az év fogyatékkal élő sportolói csapatának. Úgyhogy ezt is próbáljuk, úgyhogy egy kicsit így három fronton igyekszem a kis szerény eszközeimmel segíteni. Arra gondoltunk, hogy egy nyereményjátékot játszanánk majd a nézőkkel, és megkérnélek, hogy ezt a labdát írd alá, és ezt majd a helyes megfejtést beküldök között meg kisorsoljuk. Rendben. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és a nézőknek meg köszönöm a figyelmet.